Kedves testvéreim, hálát adok annak, aki erőt adott nekünk, Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy megbízhatónak ítélt, és erre a szolgálatra rendelt minket minden gyengeségeink ellenére. A szívünkből fakadt önszetlen szolgálatunk eredményeként vagyunk itt a bazilikában ünnepelni ezt a szép napot. Bátran merem mondani, hogy valósággal elárasztott minket a mi Urunk kegyelme. 2009. május 29-én Rómában a Szent Stefano Rotondo bazilikában 34 gyereket iktattam be hivatalosan a Szent Gyermekség művébe, és ezzel újra indult Magyarországon 60 év szünet után a missziós gyermekek társasága. Azóta több egyházmegyében és egyházi intézményben alakult meg a missziós gyermekek csoportja. Ma a beiktatottak száma 986-ra nőtt, és 26 csoport van Magyarországon. Az elmúlt 5 év során sok visszajelzést kaptunk arra, hogy milyen fontos ma a missziós lelkület kialakítása a gyerekekben, kiskoruktól fogva, mert missziós egyház vagyunk, és az örömhírt az egyéni életben tudatosan élve tovább kell adni. Nem mondhatom, hogy minden simán ment az elmúlt 5 év alatt, de boldogan mondhatjuk, hogy a jó harcot megharcoltunk, és a pályát jól futottuk együtt eddig. Ám sok kilométer van hátra még a futásból, ezért nem elégszünk meg azzal, amink van ebben a tekintetben, és ne gondoljunk, hogy most már lehet pihenni. Még inkább, sőt, nagyobb erővel és derővel álljunk neki a hátravaló munkának, és fussunk végig ezt a pályát, melyet az Úr Jézus lelke vésett belénk. Teljes szívvel köszönetet mondok ezen a napon a kollégáimnak, akik segítenek engem ebben a munkában. Köszönetet mondok a csoport vezetőknek, akik önszetlen szeretettel és jó szívvel végzik a gyermekek missziós lelkülete ébren tartását. Köszönetet mondok önkéntes munkatársainknak, segítőinknek. Köszönetet mondok a jövő jó szívű és a missziós ügyet támogató paptársaimnak, nővéreknek, iskola igazgatóknak, a püspöki konferenciának, szülőknek, nagyszülőknek. Köszönetet mondok sok nagy lelkű adományozóknak és jótevőinknek. Köszönetet mondok a világi vezetőknek, mint például a polgármesterek, akik mindig jó szívvel támogatták a missziós ügyet. Különösen a Verbita rendtársaimnak, akik mindig segítenek nekem ebben a munkában, köszönetet mondok. Szívből köszönöm a pápai missziós művek nevében Schnell György plébános atyának és Juhász Adórián atyának, a bazilika titkárának és a bazilika szolgálatban levő testvéreinknek, hogy helyet adtak és segítettek ennek a szép ünnepnek a méltó megünneplésére. Külön köszönöm Stift Zoltán atyának, akit angelikónak neveznek, a Szent Gyermekség műve emblémát és Döbröntei Ildikó művész nőnek és jó barátunknak a Szent Gyermekség himnuszát. Nagyon szépen köszönöm a média segítőnknek, különösen
Seregi István és az ő felesége Zsuzsa, akik itt van, nagyon sokat segít, és mindjárt fogunk nézni egy dokumentumfilmet, amik szintén ők készítettek. És a többi sajtóknak, Duna TV, Bonum TV és Új Ember, akik mindig segítenek nekünk, hogy ez a missziós gyermekek társasága, vagy a pápai missziós művek híre egyre több emberhez jusson. Végül köszönöm minden jó akaratú testvérnek, akik az Anyaszent Egyház misszióját szív ügyüknek tekintik és segítik azt a pápai missziós műveken keresztül. Kedves testvéreim, kívánom, hogy Isten mindig méltónak találjon minket erre a munkára, és adjon beteljesedést a jóra irányuló minden készségnek és a hit erőteljes munkájának, hogy Urunk Jézus Krisztus neve megdicsőjön mi bennünk és mi általunk a világban. Dicsértesik a Jézus Krisztus! Hamarosan majd a kollégám felolvassa nekünk Rómából érkezett üzenetet.
Thank you, Father. Thank you, really. Mi dispiace che non posso parlare ungherese e preferisco parlare seduto perché ho avuto un problema al ginocchio l'altro giorno, ma ho piacere di essere qui con voi oggi. Sajnálom, hogy nem tudok magyarul szólni hozzátok, és azt is sajnálom, hogy így ülve kell beszélnem, mert van egy kis problémám a térdemmel, de nagyon örülök, hogy ma itt lehetek veletek. Conosco padre Sebastian ormai da alcuni anni e vedo tutta l'attività che sta svolgendo a favore delle missioni e dell'animazione missionaria. Anche questa cattedrale piena oggi è un segno della sua presenza e della vostra generosa risposta. Jó néhány éve ismerem Sebastian atyát, és ismerem az ő buzgó munkásságát is, amelyet a missziók érdekében végez. Ennek a jele az is, hogy ma tele van ez a bazilika, és jele annak is, hogy ti válaszoltok ilyen lelkesen az ő hívására. È un'iniziativa per l'infanzia missionaria. Ed è una gioia essere sempre con i giovani, con i bambini. Mindig öröm együtt lenni a fiatalokkal és a gyerekekkel. Questo mi fa ritornare anche nel ricordo di quando io ero bambino e ho cominciavo a sognare di essere missionario in Africa. Hogy együtt vagyok veletek, az most engem is emlékeztet arra az időre, amikor én magam is gyermek voltam. És visszaemlékszem arra, hogy gyerekként én is szerettem volna missionárius lenni. E soprattutto quando poi ho potuto realizzare il mio sogno e in tutto ho vissuto 20 anni in Africa in diversi paesi. És emlékeztet engem ez a mai találkozó arra is, amikor végre valóra válhatott ez az én álmom, és tényleg elmehettem misszióba, Afrikába, ahol 20 évet töltöttem el. Ho cominciato in Congo, Kinshasa, poi in Camerun, poi in Sierra Leone, Liberia, Gambia, ho tanti cari ricordi della Chiesa in Africa. Több országban éltem, Afrikában, Kongóban, Kamerunban, Libériában, Gambiában, és minden helyről nagyon kedves emlékeim vannak. Quando ero in Camerun, nel sud del Camerun, è piena foresta, ecco. La natura è molto generosa, piena di verde, di fiumi, ma c'è anche tanta povertà perché non ci sono strade, ci sono poche scuole, ci sono pochi ospedali. Però è là che appunto si vive assieme, soprattutto animati da uno spirito di portare il Vangelo. Több évet töltöttem el Afrikában, az őserdőben, Kamerunban, ahol a természet az nagyon bőkezű, nagyon gazdag a természet, sok szép zöld van, sok folyó, és mégis nagyon nagy a szegénység, van, ahol még utak sincsenek. És pont ezeken a vidékeken megtapasztaltam annak az örömét, hogy hogyan lehet az evangéliumot hirdetni. La vostra associazione, diciamo, ha lo scopo di aprire il vostro cuore, da appena è possibile capire, aprirlo al mondo intero, sentire che siamo tutti una famiglia nel mondo, che però ci sono diversità di esperienze e di forme di vita. Ez a ti csoportosulásotok, ennek éppen az a lényege, hogy mihelyest megértjük, akkor ezt az evangéliumnak az örömét, akkor megnyíljon a szívünk, megnyíljon a szívetek az egész világra, hogy egy nagy családot alkotunk, és jó lehet, különbözők vagyunk mindannyian a világban. Particolare gioia sento oggi di essere qui, perché siamo tra persone che conoscono e che amano il Cristo. Noi tutti qui amiamo Gesù.
Azért is nagy öröm itt lenni ebben a körben, mert olyanok vagyunk itt együtt, akik mindannyian ismerjük Krisztust, Jézus Krisztust, és mindannyian szeretjük őt. Siamo coscienti che questa è una delle grazie grandi che ci ha fatto il Signore. És tudnunk kell, hogy ez a Jóistennek egy nagy ajándéka számunkra. Ez egy nagy kegyelem, hogy ismerhetjük Jézust. Ecco, per presentarmi, per poi parlare, io sono un signor Alberto Bottari, nato in Italia, nel nord Italia, non lontano da Venezia, quindi abbastanza vicino all'Ungheria. Kicsit bemutatkozom most nektek, engem úgy hívnak, hogy Alberto Bottari de Castello, és Észak-Olaszországban születtem, Velence mellől, hogyha tudjátok, ez nincs olyan messze Magyarországtól. Noi siamo stati fortunati di ricevere presto l'annuncio del Vangelo. San Pietro è arrivato a Roma poco dopo la morte di Gesù e ha dato la sua testimonianza nel 60, appunto 30 anni dopo la morte di Gesù, già il Vangelo era conosciuto e predicato a Roma. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az evangélium örömhíre eljutott hozzánk nagyon hamar. Szent Péter apostol eljutott Rómába nagyon hamar az Úr Jézus halála és föltámadása után. Nella mia zona è arrivato un po' dopo, ma già nel primo secolo ad Aquileia c'era già una chiesa ben fondata. Az én vidékemre is nagyon hamar eljutott a kereszténységnek az örömhíre. 2000 évvel ezelőtt, az első évszázadban, egy városban, a közelben, Aquileiában, ott már jelen volt a keresztény hit. E anche qui in Ungheria il Vangelo è arrivato presto, ricordiamo tutti con affetto San Martino, che è stato battezzato quando era ancora soldato nell'armata, nell'esercito romano, ma un figlio di questa terra che ha conosciuto e amato il Cristo profondamente. És ide, Magyarország földjére is nagyon hamar eljutott a kereszténység. Gondoljunk csak Szent Mártonra, aki itt kereszteltek meg Magyarországban. Ő katona volt, és katonaként keresztelték meg. Quindi possiamo dire che in Europa la parola di Gesù e l'amore di Gesù è arrivato 2000 anni fa. Mondhatjuk tehát, hogy itt, a mi környékünkön, egész Európában Jézusnak a hangja, az nagyon hamar elterjedt, már majdnem 2000 évvel ezelőtt mindenhol ismert volt. E di questo dobbiamo essere grati ai missionari, ai sacerdoti, ai frati, alle suore, ai vescovi che hanno lasciato il loro paese per venire ad annunciare il Vangelo dappertutto. És bizony tudnunk kell, hogy ez egy nagy ajándék a Jóistennek, hogy hozzánk eljutott ez az örömhír, a hit. És hálásak lehetünk azoknak, akik ebben a misszióban tevékenykedtek, annak a sok papnak, szerzetes nővérnek, szerzetesnek, missziósnak, akiknek köszönhetően mi most keresztények vagyunk. Però appunto questa grazia non è arrivata presto dappertutto. Quando sono arrivato in Africa, in Camerun, stavamo celebrando 100 anni di presenza della Chiesa. Hanno conosciuto Gesù solo 120 anni fa. De tudnunk kell, hogy ez nem mindenütt van így. Amikor megérkeztem Afrikába, Kamerunba, épp akkor ünnepeltük annak a századik évfordulóját, hogy oda eljutott a kereszténység. Hogy ott megszületett az egyház Afrikában, még csak 100 évvel ezelőtt született meg ott. È certo una chiesa viva, giovane, una chiesa piena di energia, ma nello stesso tempo non ha la tradizione che abbiamo noi, non hanno i santi che abbiamo noi. És persze ez a fiatal egyház, ez az afrikai egyház, ez nagyon eleven és élő. De kétségkívül nincsenek olyan nagy hagyományai, mint a mi egyházainknak. Nincsenek például annyi szentjeik, mint nekünk. In Camerun praticamente non hanno ancora un santo camerunese.
Invece noi entriamo qui in cattedrale, abbiamo qui la statua di Santo Stefano. In Italia abbiamo il posto di San Francesco. Kamerunban például, ahol én voltam Afrikában, ott még az országnak nincsen egy saját szentje sem. Nincs egy olyan ember, akit ott szenté avattak, akit szentként tisztelnek. Itt elég, ha belépünk ebbe a bazilikába, itt van rögtön velünk szembe Szent Istvánnak a szobra, Magyarország első szentjének. Ha pedig a saját hazámra gondolok, Olaszországra, ott van például Szent Ferenc. E questi sono esempi di vita, sono persone che hanno conosciuto e amato Gesù prima di noi, ci fanno la strada. Ezek életpéldák, olyan személyek, olyan emberek, akik előttünk megismerték és megszerették Jézust, és utat készítettek számunkra is. Voglio farvi una confessione. Valamit be kell vallanom nektek. Io sono nato vicino a Venezia, ma non conoscevo San Gerardo. Velence mellett születtem, de nem ismertem Szent Gellértet. Ho dovuto arrivare qui a Budapest per vedere la statua di San Gerardo e sapere che era un monaco di Venezia e che era partito da Venezia per venire qui a Budapest. El kellett jönnöm ide Magyarországra, hogy megtudjam azt, hogy Szent Gellért, akinek ott van a szobra, a Gellért hegyen, és látjuk őt, ő Velencében született, és azért jött ide, hogy hirdesse a keresztény hitet. Vedete che bello che anche questo scambio di esperienze, ecco, di persone che a nome di Gesù, ecco, predicano, vivono il Vangelo anche fuori della loro patria. Látjátok, hogy milyen szép ez a csere, hogy vannak emberek, akik elmennek máshova, hogy hirdessék Jézus Krisztust. Ed è allora che dico a voi, considerate questa vostra esperienza tanto bella. Se partecipate a questo gruppo, a questa manifestazione, a questa opera missionaria, vuol dire che amate Gesù e che pensate che conoscere Gesù è una gioia, che non deve restare solo nel nostro cuore, ma deve essere partecipata. Anche altri devono conoscere, amare, servire il Cristo. Ezért mondom nektek, hogy jól fontoljátok meg ezt a nagy ajándékot, amelyben részetek van. Hogyha ti tagjai vagytok a Szent Gyermekség művének, akkor az azért van, mert szeretitek Jézust. És ha tagok vagytok, akkor tudjátok, hogy milyen öröm ebben a csoportban lenni. Tudjátok, hogy milyen nagy öröm Jézus Krisztus szeretni. Ha pedig megtapasztaltátok ezt az örömöt, akkor nem szabad, hogy megtartsátok magatoknak, hanem tovább kell adnotok másnak is. Vorrei dirvi ancora due cose. La mia esperienza in Africa con i bambini e seconda cosa la mia vita a Tokyo in Giappone. Még két dolgot szeretnék nektek elmondani. Az egyik az Afrikához kötődik, a másik pedig Japánhoz, Tokióhoz, ahol szintén éltem. In Camerun vivevo nel sud, in una cittadina chiamata Ebolova, ed ero responsabile di un seminario con i seminaristi da 12 fino a 20 anni, 120 ragazzi che studiavano per diventare sacerdoti. Afrikában, amikor Kamerunban éltem, az országnak a déli részén, akkor egy szemináriumot vezettem. Egy szemináriumnak voltam a rektor, az igazgatója, ahol 120 kispap tanult, 12 évtől egészen 20 éves korukig. Il seminario dedicato a Papa Giovanni XXIII, ora santo, ecco, era in cima alla collina. In giù dalla collina c'era un centro per bambini handicappati. Ez a szeminárium, amely egyébként már szentként tisztelt 23. János pápa nevét viselte, ez egy domb tetején állt. És ott lenn a völgyben volt egy iskola beteg gyerekek számára, sérült gyerekeknek.
Bambini che avevano problemi soprattutto alle gambe, ma anche alle braccia, alle mani, che dovevano camminare solo con le stampelle, qualcuno addirittura con la sedia a rotelle. Főleg olyan gyerekek voltak ebben az intézményben, ebben az iskolában, akik mozgássérültek voltak, akiknek valami bajuk volt a lábukkal vagy a kezükkel, sokan közülük nem tudtak csak mankóval járni, vagy valaki kerekesszékben. Erano poveri, avevano bisogno di tutto. Ecco, davamo loro il cibo, la scuola, i vestiti e l'assistenza medica per i loro problemi di handicap. Nagyon szegény gyerekek voltak ezek. Mi gyűjtöttük számukra a ruházatot, az élelmet, és az egészségügyi ellátásukról is gondoskodtunk. Mi ricordo la gioia di un bambino, aveva 7-8 anni, che era arrivato nel nostro istituto che non poteva camminare, si strisciava per terra, così, in qualche maniera. Emlékszem például egy kisfiúra, aki 7-8 éves volt, amikor megérkezett ebbe az intézetbe, akkor nem tudott járni, csak a földön csúszni. Un po' alla volta, con le medicine, con l'esercizio, i muscoli delle gambe si sono rinforzati. Poi ha potuto cominciare a portare anche le stampelle. Aztán gyógyszereknek, meg gyógytornának köszönhetően ez a kisfiú elkezdett járni, még ha mankóval is, de lábra tudott állni és tudott mozogni. Dopo 2 anni è riuscito a camminare da solo, almeno per 10 passi. 2 év eltelt, és ez a gyerek aztán tudott már önállóan is járni, mankó nélkül, ha csak 10 lépést is, de megtett önállóan. Vedere la gioia, gli occhi di quel bambino, quando dice, ecco, posso stare in piedi anch'io adesso, come gli altri bambini. Nagyszerű volt látni azt az örömöt, amikor a kisfiú azt mondta, hogy most már én is tudok egyedül menni, egyedül állni, úgy, mint a többi gyerek. E poi diceva la direttrice, che si chiamava Maria, Maria, vai a dire a mio papà che venga a vedermi, a vedere come adesso anch'io posso camminare. És emlékszem, amikor ez a fiú azt mondta ott az igazgatónéninek, menj el, Maria, így hívták az igazgatót, menj el, hívd ide az apukámat, hogy lássa, hogy már tudok egyedül állni. Questo lavoro non potevamo farlo senza l'aiuto dei nostri amici e dei nostri benefattori. Mindenre nem lettünk volna képesek, erre a sok segítségre, aminek a révén a gyerekek meggyógyultak ott, mindenre nem lettünk volna képesek, ha nem lettek volna jótevőink, akik segítettek minket külföldről. C'era poi un bel clima di preghiera, ed era facile anche per loro pregare per le persone che aiutavano. Nagyon szép imádságos légkör volt köztünk a gyerekek között. Sokat imádkoztak azokért, akik segítettek nekik. Ogni tanto qualcuno dei nostri benefattori veniva a trovarci. E allora loro stessi erano colpiti, entusiasmati ben dalla gioia di questi bambini di incontrarli, dal sentimento di gratitudine, di partecipazione. Olykor egy-egy jótevőnk el is jött külföldről, hogy meglátogasson minket, és nagyon meghatódott látva a gyerekeknek a háláját. Girando per i villaggi per conoscere la situazione, vedere se c'erano altri bambini con problemi, abbiamo incontrato anche alcuni sordomuti. Non sentivano niente. Aztán jártuk a falvakat, hogy lássuk, hogy hol vannak olyan gyerekek, akiknek tudunk segíteni, akiket be tudunk vinni ebbe az intézetbe, és találtunk olyan gyerekeket a falvakban, akik süketnémák voltak, nem hallottak és nem tudtak beszélni sem. E allora con l'aiuto sempre degli nostri amici abbiamo pensato di aprire una scuola
assieme agli handicappati una scuola anche per i sordomuti, insegnare a loro la lingua dei segni in modo da poter comunicare, oppure anche di insegnare come parlare un po' con le cuffie. Ci hanno aiutato molto e abbiamo preparato anche una scuola per i sordomuti. Aztán a barátaink, meg a jótevőink segítségével megnyitottunk egy iskolát a süke gyerekek számára is. Volt két iskola tehát, az egyikben mozgássérült gyerekek voltak, a másikban pedig süket néma gyerekek, akiknek tanítottuk a jelbeszédet, hogy hogyan tudnak kommunikálni, hogyan tudják megértetni magukat a környezetükkel, jelek révén, és sokan megtanultak egy kicsit hangot is kiadni és beszélni. E allora è nata una bellissima esperienza di aiuto tra bambini handicappati che non potevano camminare bene, ecco, e i bambini sordomuti. És azt tapasztaltuk, az az érdekes helyzet állt elő, hogy egy nagyon szép együttműködés, egy nagyon szép barátság alakult ki a gyerekek között, akik mozgássérültek voltak, akik nem tudtak mozogni, járni, és azon gyerekek között, akik süketek voltak. Perché i bambini sordomuti stanno bene fisicamente, quindi potevano aiutare i bambini handicappati, prenderli su, metterli anche sulle spalle e portarli a scuola. Hát azok a gyerekek, akik nem hallottak, akik süketek voltak, azok azért jó erőben voltak, erős gyerekek voltak. Fel tudták emelni azokat, akik nem tudtak járni, akik bénák voltak, a hátukra is tudták őket venni, és sokszor elvitték őket az iskolába. D'altra parte i bambini handicappati sentono molto bene, quindi se c'era bisogno di chiamare i bambini sordomuti andavano con le stampelle, quindi si aiutavano un po'. Gli handicappati aiutavano a comunicare qualcosa ai sordomuti, i sordomuti aiutavano i bambini a camminare un po'. A mozgássérült gyerekek pedig, ugyebár nem tudnak mozogni, de nagyon jól hallanak, és tudtak segíteni a süket gyerekeknek, tudtak segíteni abban, hogy átadjanak üzeneteket, vagy az ő üzenetüket átadják másoknak. Így segítettek a mozgássérült gyerekek a süketeknek, a süketek pedig a mozgássérülteknek. Perché tra bambini ci si capisce presto, vero? Ci si aiuta. Quando si vede che uno ha bisogno è facile. Comunque questo era il clima che vivevamo. E io ho imparato anche dai bambini a volte la pazienza, la bontà. Ecco, vedere c'era un bambino sordomuto che era abbastanza, aveva già 12-13 anni. Lui andava a prendere, a accompagnare anche al bagno i bambini handicappati. Era un senso proprio di bontà molto bello. Mert ugye a gyerekek között nagyon hamar észreveszük, hogyha valaki segítségre szorul. A gyerekek észreveszik, hogyha a másiknak szüksége van valamire, és akkor a segítségükre sietnek. Nagyon szép ez a légkör, amelyet én magam megtapasztaltam. Nagyon sokat tanultam magam is ezektől a gyerekektől. Ho lasciato l'Africa ormai da 10 anni, però ancora tanta nostalgia e mi faccio presente sempre aiutando ancora questi istituti. Már több mint 10 éve, hogy eljöttem Afrikából, de mindig szeretettel gondolok vissza azokra az évekre, és most is, ha tudom, akkor segítek az ottaniaknak. Allora, una parola sul Giappone, una esperienza che ho avuto in Giappone. És most szeretnék még elmondani nektek egy élményt, amely Japánhoz kötődik. Il giapponese è una lingua difficile, forse non come l'ungherese, ma è molto difficile. A japán nyelv az nagyon nehéz. Talán nem annyira nehéz, mint a magyar nyelv, de azért nagyon nehéz. L'ungherese è la lingua più difficile che ho trovato. A magyar nyelv az a legnehezebb, amelyel találkoztam az életben. Bene, allora avevo cercato un insegnante che mi aiutasse un po' a capire, a parlare un po' in giapponese, almeno salutare le persone. Nos, hát keresnem kellett Japánban egy tanítót, aki engem egy picit japán nyelvre tanít, hogy legalább köszönni tudjak az embereknek. E come qui in Ungheria, come dire, Joregel, köszönő, là avevo imparato a salutare le persone, ohayo gozaimasu, eccetera.
Ahogy magyarul is igyekszem megtanulni legalább azt, hogy jó reggelt, vagy köszönöm, ott is próbáltam megtanulni ezeket a japán szavakat. La professoressa era una signora di 25 anni, eravamo verso Natale. A tanárnő egy fiatal hölgy volt, 25 éves, és karácsony közeledett, amikor elkezdtük az órákat. Parlava molto bene l'inglese, per cui dopo aver fatto l'ora di giapponese si chiacchierava anche un po', ecco, si scambiava qualche parola. Nagyon jól tudott angolul, úgyhogy amikor befejeztük a japán nyelvórát, akkor tudtunk beszélgetni egy kicsit angolul is. E allora è venuto il discorso su Natale. E per lei Natale era la festa esterna, i negozi, le luci, gli alberi, così. Ma dico, ma sa che il Natale, come è nato Natale? Perché per noi è festa Natale? És mivel karácsony közeledett, valahogy a szó ráterelődött erre az ünnepre is. És megkérdeztem tőle, hogy mit jelent neki karácsony. És rájöttem, hogy neki az annyit jelent, hogy vannak a fények az üzletekben, a sok ajándék, minden külsődleges, amit látunk. De megkérdeztem tőle, hogy tudja-e, hogy mi a karácsonynak az igazi lényege, hogy hogyan jött létre ez az ünnep, hogy hogyan született ez az ünnep. E mi ha detto di no, che non sapeva che per noi Natale era la nascita di Gesù. Non conosceva Gesù. És azt felelte a kérdésemre, hogy nem. Nem tudja, hogy mit jelent a karácsony. Neki fogalma se volt arról, hogy Jézus akkor született. E allora, dico, ma in un paese come il Giappone, che è uno dei più moderni, uno dei più alti, una civiltà ammirabile, ecco, una persona universitaria che parlava molto bene l'inglese, però su questo punto della fede era zero. És akkor azt kérdeztem magamtól, hogy lehet az, hogy Japánban, ami egy ilyen gazdag ország, ilyen modern ország, valaki, aki sokat tanult, aki egyetemre járt, azt sem tudja, hogy ki Jézus Krisztus. È lì che si comprende quanto bisogno c'è ancora dell'annuncio missionario, di sostenere questo lavoro della Chiesa per testimoniare, per portare il Vangelo, che è una grazia grande. És akkor értettem meg még inkább, hogy mit jelent az, hogy misszió, hogy milyen fontos az, hogy mindenhova eljusson az egyháznak az örömhíre, a hit, hogy minden ember megismerje azt. Credo che fra poco c'è la messa e quindi io sono arrivato al termine delle mie parole. Azt hiszem, hogy már nem sokára megkezdődik a Szent Mise, úgyhogy befejezem a szavaimat. Torno a dire la gioia di essere qui. La gioia di vedervi così numerosi, ben animati. Sono qui per confermarvi in questo vostro operare, che è la preghiera, che è l'offerta, che è cercare di vivere noi stessi per primi il messaggio di bontà e di amore del Vangelo. És most a végén még egyszer meg szeretném ismételni azt, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ma veletek, hogy láthatom azt, hogy milyen számosan eljöttetek, és hogy bátorítsalak benneteket, megerősítselek benneteket abban, milyen fontos az imátok, a lemondásotok. Az, hogy először mi magunk éljük meg a hitet, igazán, valójában is úgy adjuk át. Così vi ringrazio, vi incoraggio e vi benedico. Köszönöm, hogy itt lehetek, bátorítalak titeket, és áldásommal kísérlek benneteket.